először is egy kicsit nagyon röviden átismételnénk az elmúlt óra legfontosabb divagot, valamint utána a kérdések órája közkívánatra egy-két felmerült problémát megbeszélünk, ami a kérdőkó volt, meg aztán egy kis gyakorló feladattal folytatjuk, és tovább az műanyag részlet. Most a legutóbbi órának a legfontosabb fogalma, amit ott tanultunk, és ezt megismételjük az új asszony, lehet, hogy különösen örülni fognak, az a content type. Mert úgy derült ki számunkra a visszajelzésekből, hogy egy-két embernek ez még nem volt egészen vissza, úgyhogy akkor vegyük át még egyszer. Tehát a content type az egy olyan fogalom, ami azt akarja, hogy hogyan írunk le egy tartalomtípus. Ugye a content type az egy tartalomtípus, úgyhogy a content type része az, hogy ez a tartalomtípus miből áll. Vegyünk egy példát, legyen a példában szereplő content type az a page. A page a content type neve, tehát nem keverve rendő össze az egyéb puhán értelemben, mert lapokkal, stb. Van egy content type, amit így nevezek, hogy page. És ez a content type, ez áll egy csomó dologból. Áll például pártokból, content pártokból, mert hogy részekből. Ezek a content pártok azok a kis csomagok, amik leírják, hogy a tartalom típusnak az egyes részei azok hogyan működjenek, hogyan mentődjenek, hogyan nézzenek ki, hogyan lehessen őket szerkeszteni. Tehát például a page-ben az egyik content párt az a title, meg van még egy content párt, de mondjuk van még egy olyan is, hogy body. A title az, hogy a neve is mutatja, egy címet ad a tartalomelemeknek, a body pedig egy szövegtörzse. És ezek a content pártok mindenért felelnek, ami ezt a funkcionalitáshoz tartozik. Tehát a body-nál például, amit a múltkor láthatunk, van egy ilyen party scene, party care editor, amiben HTML-t lehet szerkeszteni, stb. Tehát van egy sablonunk, ami a content type, ami leírja, hogy hogyan épülnek fel ennek a content type-nek az elemeit, és az content pártokból elsősorban áll. Még állhat egyébként content fieldekből is. Ezek a content fieldek alapból nincsenek rajta a page-en, de mi rárakhatjuk. Ezek ilyen kisebb funkcionális egységek, egyszerűbbek, nem szabadon választható, hogy hogyan tároljuk őket, hanem egy szerializált XML formátumban vannak az adatbázisban tárolva. A content pártokra ellentétben van, mi választjuk, és hogyan tároljuk őket, az adatékat, vagy egyáltalán van-e olyan adat, amire tárolunk. De mindesetre ezek is hozzárakhatnak, hozzáadnak a mi content type számítása ahhoz, hogy például van olyan, hogy textil, aminek szövegmezőt jelenik meg, és egy szöveget ír ki, ahol megjelenik a content item-et, és azt szerkesztjük. Mert hogy a content item az a következő fogalma legutóbb volt, mert hogy ebből, ha kvázi ezt példányosítjuk, tehát létrehozunk page típusú content item-eket, akkor azok a page content item-ek szállítható meg. Mi az, amit mi látni, és szerkeszteni fogunk.
ezt fontos megjegyezni, ez az orcsát alapja, minden erre épül, és mert az orcsátban minden, vagy szinte minden content type-ok alapján készül content item, ezért minden ugyanúgy bővíthető, módosítható, mert természetesen ezek a content pártok cserélhető, tehát ha én azt akarom, hogy a page-emnél még jelenjen meg egy kép is, akkor hozzárakhatok egy olyan content pártot, ami megjelenik egy képet, tehát ha ezt nem akarom, akkor meg is törölhetem róla, tehát össze-vissza lehet őket módosítani. Ez az egész rendszernek a lényege, ettől lesz az orcsát, content mód egyenlően fekszik így, és jól használható. Úgyhogy ennyit erről, ezt érdemes így letényképezni fejben, mert a következőkben egy kis gyakorló feladat keretében erre a tudásra szükség lesz ahhoz, hogy létrehozzunk egy nagyon egyszerű content type-ot. Bocsánat. Akkor remélhetek már, hogy nagyjából mindenkinek így lódik. Mindenesetre a feladatod a következő lesz, tényleg nem egyszerű, csak így bemelegítésképpen. Létre kéne hozni egy content type-ot, ami mondjuk például a klasszikus egycsíkú példánál legyen a személy, vagy person. Ennek a person content type-nak legyen néhány content pártja, content feedje, alapvetően, hogy akarjátok, de bizonyos adatokat mindenképpen tárolnál. Legyen a személynek egy neve, ezen kívül legyen a személynek egy neve, amit nem csak úgy beírjuk, hanem ki lehessen választani a baj kérdő vagy nő. Adatok egy örülhetnek a bináris verziónál, valamint legyen egy személyi száma, ami tetszőleges szövegre lehet, tehát egyébként a személyi száma. Betűkből is állhat, számokból is állhat, de jelenleg megfelelő content pártot, vagy content fieldet kellene ez a content pártot hozzászólni. Igazából ennyi, hajrá! Szerintem, hogy ne unatkozzunk, nagyon nézzük is meg ezt a megoldást gyorsan. Ha esetleg valakinek még nem lenne kész, bár van, akinek nehézségekből is tudott a különböző szoftveres problémák miatt is elindítani a solution. Úgyhogy, amit csinálni kellett volna, ugye be vagyunk lépve az orcsát admin felületére, a content menüpont alatt fogjuk találni... Hát akkor inkább ez így jó. Hol vannak a másik oszlop? Hol vannak a legfényesebben világító elmény? Még messzünk is kicsit a meccset. A content menüpont alatt vannak a... Ugye a content itemek alatt láthatjuk a kvázi a példányosított content type-okat, nekünk jelenleg csak egy van. Ami most érdekes, az a content types, hiszen létre akarunk hozni egy új content type-ot. Ugye itt vannak azok, amik már léteznek a rendszerben, és most először is nézzük meg az increment page-et, amit az előbb próbáltam magyarázni, így szárazon. Látjuk, hogy a page-nek van jó sok pártja. Amit említettem, az a title, meg a body. Ezt, hogyha megnézzük, hogy az editorban hogy néz ki, tehát amikor létre akarunk hozni egy új page-et, vagy szerkeszteni akarunk egy meglévőt, akkor itt van a title-nek a szerkesztője, itt meg van a body-nak a szerkesztője. Tehát az összefüggések így vannak, hogy a pártok meg a fieldek részt vesznek a content itemek életében, ilyen szerkesztő feleteket tudnak adni, mindenfélét. Minden, ami tartalommal kapcsolatos és egyedi, azt így content pártok formájában valósítjuk meg. Akkor visszatérve ahhoz, hogy hozzuk létre a mi kis person content type-unkat, csánat, tehát itt vagyunk a content type fülön, a create new type alatt tudjuk létrehozni természetesen az új content type-ot, ez egy person. A display name az, amit a user látni fog, tehát itt tetszőlegesen bármit lehet írni. A content type ID viszont egy ilyen technikai név, tehát ott például a space-eket kiszedi a rendszer a névből. Ha beírok valamit, akkor ott már nincsenek space-ek. És akkor adjunk hozzá néhány pártot. Mi volt a feladat? Ne egy név, egy nem, meg egy személyi szám, akkor lehet, hogy ezt pártok nélkül még egyszerűbb megoldani. Jó, a név legyen egy title pár. Igazából az egészet lehetne fieldekből, mert ez egy nagyon egyszerű content type. Úgyhogy a névnek legyen tényleg egy title, és adjunk hozzá fieldeket is. Ugye itt most elmentődött a content type-unknak a sémája. Content type-unknak a sémája, úgyhogy megint bekerültünk a Content Type editor ablakba. Úgyhogy itt hozzáadhatunk fieldeket is.
Nem, az a baj, hogy nem fér hozzá az ilyeset. Lejön az első egy text field mondjuk a személyszámnak. Itt van egy csomó field. A nevek azok általában így eléggé beszédesek. Most először is lejön a text. És adjunk hozzá még egy fieldet a nemnek. Méghozzá ez legyen egy enumeration field. Az enumeration field az annyit tesz, hogy megadhatunk neki egy felsorolást, és abból lehet választani. Úgyhogy ha hozzáadtuk, akkor itt az enumeration fieldnek az editora alapján, mert hogy itt a fieldek és a pártok saját maguknak content type szintű beállításokat adhatnak meg. Tehát itt a content type editorban vagyunk, és a content type alatt a fieldek meg a pártok alatt ilyen lenyíló kis menük azok content type szintű beállítások. Úgyhogy most az egész person content type-ra érvényesen megadhatjuk, hogy a nem, az egyrészt legyen kötelező. Másrészt az opciók azok legyenek azok, hogy férfi és nő. Jelenítsük meg egy dropdown-val, lehetne radio, a listbox az még elfogadható, a checkbox az számunkra most nem jó, mert hogy csak egyet lehet választani. És ott a help text az pedig csak egy ilyen hint, ami megjelenik az editorja alatt. Úgyhogy ha ezt elmentjük, és megpróbálunk létrehozni egy ilyen person típusú content itemet, akkor láthatjuk, hogy itt van mindaz, amit hozzáadtunk. Van a title, amit most mi úgy vettük, hogy legyen a title a név. A személyi száma az egy tetszőleges szöveg. A nevet pedig innen a dropdown listből lehet kiválasztani az enumeration field-del. Ami még a legutóbbi órán néha gubancot okozott, vagy így nem volt egészen tiszta, az itt a save, meg a publish now, meg hasonló publish later is van néha közötti különbségek. Az orchardban fontos tudni az, hogy minden verziót van, ez ismét egy ismétlés, de egy fontos dolog, úgyhogy jó tudni. Tehát az orchardban minden content item verziózva van alapvetően, ami azt jelenti, hogy mindig amikor publikálunk egy verziót, publikáljuk, akkor az egy új verzióként elmentődik. Ha pedig van egy publikált verziónk, és elmentjük simán a save-vel, akkor elmentődik egy új draft verzió, egy új piszkozat. És az mindaddig piszkozat marad, amíg nem publikáljuk. Az összes verzió tárolva van, tehát vissza is hozható, bár kell hozzá egy modul, tehát beépítettem csak a legutolsó publikált, meg a legutolsó draft verziót látjuk. És hasonló, vagy ehhez kapcsolódik az is, hogy törölni nem lehet a rendszerben, tehát hard delete nincs, soft delete van, ami azt jelenti, most először is ezt mentsem el, hogy bemutathassam. Tehát ugyanis van egy ilyen delete gomb, de ez csak egy soft delete. Tehát ha rányomok erre, hogy delete, akkor ugyan eltűnik mindenhonnan a content item, de nem szűnik meg, az adatbázisban benne marad, csak be van jelölve, hogy ez egy töröltelem. Emiatt aztán az összes töröltelem vissza is hozható. Ugyanakkor, hogyha szenzitív adatokat akarunk tárolni, akkor erre oda kell figyelni, hogyha valóban törölni akarunk adatokat, akkor azt magunknak kell megoldani, mondjuk egy saját content párttal. És hát nagyjából ennyi lett volna az ismétlés, ami a lényegről szól, tehát ezért szükségesnek éreztük Bencivel, hogy elmondjuk. A kézenősítés az a párt is, ugye? Igazából a save is az, tehát a save is elment egy verzió, tehát ha itt a save-re nyomok rá, az is elmenti. Méghozzá draftként. Tehát, hogyha itt rányomok, hogy save, akkor láthatjuk, hogy itt van ez a publish link, meg egy preview is. Ez azt mutatja, hogy ez az elem még piszkozat. Tehát kívülről nem is tudnánk megnézni. A preview-val megnézhetjük, hogy hogy néz neki kívülről. Látjuk is, ide is van írva, hogy draft. Úgyhogy itt már példányosítva van, viszont ha ezt úgy azt akarjuk, hogy kívülről is meg lehessen nézni, akkor rá kell nyomni a publish-ra. Ami egyébként természetesen vissza is vonható az unpublish-ra. Még gyorsan itt az órájain térjünk rá arra az egy-két kérdésre, ami legutóbb felmerült.
Volt még néhány kérdés. Legfőképp Fodor Dezső kolléga kérdései. Első a password recovery. Na most felmerült az a probléma, hogy az ember feltelepíti a sorságot, és csak úgy alapjáraton, hogy van egy admin user, és annak nincs meg a jelszava, mert hogy elfelejtjük, akkor mi van? Hát akkor baj van. Egyrészt ahhoz, hogy a jelszó visszaállítás működjön, tehát ugye az adott usernek e-mailben elküldje a jelszót, az egy beállítható lehetőség, de alapjáraton ez ki van kapcsolva. Viszont az adatbázisba bele lehet küldni, és meg lehet neki mondani, hogy ez legyen. Legye kell az adott usernek egy e-mail cím. Ez a probléma, de ezt meg is tudom mutatni. Tehát WebMatrixban azt fogjuk csinálni, ezt szerintem még nem mutattuk, hogy a telepített orcsádat megnyitjuk WebMatrixban, mint hogyha esetleg ott telepítettük volna, és ott hozzáférünk az adatbázishoz. Hát szépen tudjuk böngészni az adatbázist, úgyhogy erre fogunk most példát látni. Igen, ha valaki nem ismeri, ez a WebMatrix, ez egy kis ingyenes eszköz, amivel nagyon egyszerűen lehet ASP.NET alapú weblapokat telepíteni, kisebb módosításokat, rajtukat elvégezni, meg publikálni egy szerverre. Többek között orcsádot is lehet belőle telepíteni, így néhány kattintással, viszont akkor egy előrefordított verziót telepítünk, tehát a forráskód ott nincs meg, nem is tudunk belenyúlni. Mivel nekünk a végcélünk nem az, hogy csak így felhasználói szinten használjuk, ezért most a forrással foglalkozunk, a későbbiekben majd ennek lesz is értelme, de a WebMatrixot most Bence arra fogja felhasználni, hogy megnyissuk az orcsádot benne, ugyanúgy, mintha egyébként WebMatrixból telepítettük, megnyitjuk az orcsád web projektjét, ami azért jó, mert WebMatrixból tök egyszerű, lehet például az adatbázisba belenyúlkálni. Illetve az adatbázis megnézni, normál esetben nem akarok belenyúlkálni, ha egy ilyen speciális problémát van, akkor szükséges lehet. Hát igen, a stúdióban a Server Explorer-ben hasonlott azok, hogy rondák, sőt ez szerintem a sokkal jobb az SQL Server Management Studio-nál is. Már ez a része. Hát mi így kényelmesebbnek találtuk. Igen, ez sokkal kényelmesebb. Ez úgy jó. Ez is tovább beszélünk. Na már most, amit mondtam, adatbázis beállítási lehetőséget. Van az orchard, aláhúzás, user, aláhúzás, registration settings, part record tábla. És ebben van, hát alapjáraton igazából hát egy darab rekordnak kell lennie. És van ez az enable lost password property, ezt egyszerűen true-ra állítjuk. Látjuk ugye az alap logon page, ez csak ennyi szöveget tartalmaz, rácsapok az F5-re és látszik, hogy megjelent a password recovery. És akkor itt meg kell adni egy felhasználó nevet vagy e-mail címet, és akkor az ahhoz tartozó jelszót el fogja küldeni. Hát nyilván ehhez az kell, hogy működjön, ugye a levelezés is. Zoli, légy szív. Vagy csak kérdés? Igen? Az admin elmondom meg egy e-mail címet. Pontosan, tehát ugye a regisztrációkor az admin user nem ad meg e-mail címet, tehát erre gondolni kell, pontosan. Így van, tehát az alapból az üres, úgyhogy teljesen alapjáraton ez problémás, igen, valóban. Hát, mondjuk, ha belenyúlkálunk az adatbázisba, akkor ez se probléma. Létre lehet hozni például egy új user, annak megadni valami jelszót, és felülcsapni a jelszavát. Beállítom az e-mail címet. Vagy beállítom az e-mail címet. Ez csak, hogy az előbb merőjeletesek azt mondott el, hogy kiküldi a jelszót, nem küldi ki a jelszót természetesen a rendszer, mert az hash-elve van, csak egy jelszó visszaállító linket küld ki. Bocsánat, igen. Visszaállítás. És szerintem akkor időzünk is egy két percig még az adatbázisnál, és akkor ez egy kis kitekintés arra, hogy mi az, ami a fejlesztői tanfolyamon, tehát egy olyan tanfolyamon, ahol majd a fejlesztői részekbe is bele tudunk kóstolni, fog következni, hogy mi az, amilyen foglalkozni fogunk. Mit szeretnél? Ezt mutatni. Amit itt látunk, hogy ez egy csomó rekord nevű tábla. Ezeket azért hívják így, mert amikor az orcsában létrehozunk egy ilyen content pártot, és megmondjuk, hogy azt tárolja az adatbázisban, akkor azt egy rekord formájában tárolja. Az orcsád az van egyébként az nhyperlink nevű object relational mapping könyvtár. Azzal történik ez az egész. A lényeg az, hogy van egy rekord klasszunk, a párt adatai abban, a content part adatai abban tárolódhatnak, a rekord adatai pedig itt a táblákban, amiket egyébként kódból létre lehet hozni, vannak ilyen migrációk, amikkel jól lehet kezelni, ha változik az adatbázis tábla, tehát változik a rekord típusa.
mindenfélét, ezt majd a modulfejlesztés részén fogjuk kitalálni, de akkor most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk beírni az admin felhasználónak az e-mail címet. És az admin felhasználónak Orchard Users, User Part Record. Na és itt van egy ilyen, hogy... Tehát az Orchard Users, User Part Record táblában van egy e-mail field, ide kell nekünk egy e-mail címet megadni. Ami nekem másik megoldás eszembe jutott, hogy létrehozunk egy másik user, egy felhasználó, egy jelszóval, ugye amit ismerünk, már megadtuk, és hát elvileg ugyanúgy titkosítja a jelszót, mint ahogy az admin jelszó titkosítja, és felül csapjuk az adatbázisban. Ha a szólt is ugyanaz. Ha a szólt is ugyanaz, de ezt nem tudom. Ez szerintem egyszerű. Igen. Hát itt megadunk egy e-mail címet, és boldogság. Jó, ennyi, ezzel kapcsolatban még van valami ötletünk. Jó, a következő az az a layout, tehát hogy a page fogalom az a layout, vagy a page content item, ez akkor tiszta volt, ugye ezen? Igen. Én layoutról beszéltem, de a layout az a teljes felület, ahol ami megjelenik. Azt is meg lehet adni? Hát azt igazából... A Vangóban fekete, ugye? Hát az itt a téma... Mutassunk egy nyitólapot, és a mutassunk egy nyitólapot. Tehát, akkor menjünk egy kicsit máshonnan, közelítsük meg a kérdést. Ugye múlt órán voltak a widgetek. Ugye azt megtudtuk, hogy van a téma meghatározza, hogy milyen zónákban lehet widgeteket elhelyezni. De van egy bizonyos kitüntetett zóna, ez a content zóna. Tehát amikor például létrehozok egy page-et, akkor a page-nek a tartalma abba a content zónába töltődik be. Na már most ezen kívül még lehet, nem tudom, 20 akármennyi zóna is egy adott témán belül. És ez az egész felület, ami megjelenik, ez a layout. Ez így is hívják, van egy ilyen shape, azt hogy milyen shape, az majd egy ilyen későbbi témakör. Illetve ami még ugye ehhez kapcsolódik, az a layer. Tehát ugye ez a layout, ez egy kétdimenziós dolog. Ugye ebben vannak, tehát mondjuk itt van mondjuk az egész layouton, és ebben mondjuk itt van egy navigation zóna, itt van mondjuk egy content zóna, itt vannak különböző widgeteknek kijelölt zónák. És ezek különböző kis darabjai az építőkövei az egész layoutnak, de ilyenből lényegében akármi lehet, mert létrehozhat a layereket. És a layerek szépen egymástól épülnek, illetve a múltorán nézzük, hogy megadhatunk szabályokat, hogy melyik mikor jelenjen meg. És az adott layernek a widgetjei, a tartalma, az milyen logikai kifejezés mentén jelenjen meg. Ugye, ha itt az parancsol léje, csak egy kettő összeben megjelenik. Az összes megjelenik. Amelyik az adott környezetben, ugye az adott szabálya igaz értéket ad vissza. Ilyen az előző órán ugye az volt a példa, hogy a Mellow Homepage, ilyen mi is hiszem a oldalon. Tehát ugye, amikor a nyitó oldalon vagyok, akkor az a logikai kifejezés, ami a Nether Homepage layout meghatározza, az egy hamis értékkel fog visszajönni, mert én a homepage-en vagyok. De minden más esetben, amikor egy másik page-en vagyok, akkor ez a kifejezés ez igaz lesz, mert nem a homepage-en vagyok. És akkor viszont ki fog renderelődni minden, ami azon a layout megjelni. Ezzel megvan a helyzetben. Maga a layout az kétdimenziós, de ilyen layoutból ugye a layerek többet meghatároznak, és ezek szépen így egymás fölött alatt. Oké. A következő pedig, ami egy érdekes témakör, és ezt igyekszünk a sor gyorsan még letarálni, hogy maradjon idő a mai tananyagra, ez pedig az open source és a marketing, vagy az üzleti modell, az hogyan férünk egymás mellett. Na most itt két fő irány van, ami nem kell lehet indulni. Ugye mivel az Orchard Open Source, tehát ingyenes, bárki használhatja. Alapvetően ami mögötte az üzleti modell az, hogy van egy megrendelő, aki szeretne egy orchardos websájtot, amihez modulokat szeretne, és saját modulokat nyilván jön egy megrendelő, akkor kb. 0% a valószínűsége, hogy neki minden meg lesz az előre, amire szüksége van. Ezért ugye ő megkérdezte egy Orchard fejlesztőt, hogy légy szíves, nekem most ez fejlesztés. Tehát igazából ebben van az üzleti modell, illetve abban, hogy mondjuk van egy Orchard fejlesztő, akinek van ingyenes modulja a felelőben, de oda jön hozzá egy megrendelő, hogy ez tök jó, de nekem ez meg ez kicsit másképp kell.
részes, itt van X pénz, ő fejlesz ki nekem, hogy úgy működjön, ahogy én szeretném a saját production. Tehát nagyjából igazából egy modell mögött, és akkor működik. Nem is hallott a helyi külföldön. Hát ez működik, hát ez így van is működik. Így fejlesztett módokból bele lehet tudni, hogy csak akár használnak a ugyanott cés, a felhasználás, a másolás, sokszor a csalás kerüljön. Már milyen tekintetben? Hát ugye, ami fent van a galériában, azt bárki használnak. De például nyilván, hogy csinálták, amit a tekintetben. Hát nem kötelező középen minden modul. Tehát, hogyha persze, ha a megrendelőnek ír valaki egy modult, akkor ugye az igazából a megrendelő zenciál, hogy ő szeretné, hogy ez open source legyen. Erre egy nagyon jó példa a OneStop Internet, ugyanis ők megrendelésre készítettek modulokat, amik 4-5 darab. Amit kis, tehát a speciális feature kivételével fel tudnak kerülni a felébe. Tehát ők ezt országfejlesztők fejlesztették nekik kénye, de kivettek belőlük olyan dolgokat, amit csak nekik kellene, és azt megfelelődik a kérdőnek, mert felpörgeti így az ország ökoszisztémát, mert új dolgok kerülnek a felébe, amikor könnyen lesz más emberek dolga, illetve hát ők is ugye saját olyan igényeket sikerül kielégíteni, amire nem az Először is itt van egy orchard solutionünk, tehát ha valaki nem merte volna megnézni, akkor így néz ki. Látható, hogy itt a modules mappában vannak benne a modulok, nem túl meglepő módon. Innentől kezdve igazából egy modul telepítés az annyiból áll, hogy ha létre van hozva egy modul, ugyanígy van neki egy projektfájja, akkor azt ide hozzá kell adni a solutionhoz, és telepítve van. Tehát igazából neked nem is kell hozzáadni a solutionhoz, elég, hogyha belemásoljuk az orchard mappájába. És ezt még nem néztük meg, mert most különösebben nem érdekes, de az ország mappa struktúrája az valami ilyesmi, ez a web projekt mappa struktúrája, és ezen belül a modules mappában vannak benne a modulok. Ha ide beledobunk egy modul mappát, egy kicsomagolt modul mappát, az onnantól kezdve telepítve van. Telepítve van olyan értelemben, hogy a modules menüpont alól látható és bekapcsolható. Tehát például az import-export modul is most telepítve van, csak nincs bekapcsolva. Tehát nagyjából ennyiből áll egy telepítés. Ha ennél kevésbé technikásra felhasználók vagyunk, akkor persze vannak ennél talán egyszerűbb megoldások is. Méghozzá annyi az egyik az, hogy ha le van töltve egy modul, akkor itt a modules menüpont installed füle alól, az install a module from your computer alól kiválaszthatunk egy new package-et, ugyanis az orchard is a Visual Studio-nak most már egy ilyen széria tartozékával vált new package formátumot használja. Tehát a modulok és témák azok new PKG fájlok. Itt kiválasztunk egyet, hozzáadjuk install és kész. Vagy, ami ennél is szebb, hogy itt a gallery fül alatt a galériából közvetlenül telepíthetünk. Tehát itt vannak például, itt van néhány modul a galériában. És akkor innentől kezdve igazából az installra rányomva telepíthetjük is. Ezt már múltkor talán láttuk is, de most akkor rányomok még valamire. Legyen mondjuk a Google Analytics, ez egy egyszerű. Rányomtam, hogy install. Most lehúzza a háttérben, és mindjárt be is lehet kapcsolni. Ami ennek az érdekessége, hogy itt most a hivatalos orchard gallery-t látjuk. Annak az RSS feedjé, vagy nem RSS, de egy XML feedből állítja elő ezt a listát. De több ilyen feed is lehet, tehát látjuk, hogy lejött ez a Google Analytics, úgyhogy be is lehet kapcsolni. Szóval több ilyen feed is lehet. Tehát adott esetben, hogyha nekem van egy vállalati információs rendszerem, ott van néhány orchard weblap, amit én kezelek, és vannak olyan modulok, amiket csak így a vállalati rendszeren belül akarok elérhetővé tenni, akkor lehet azt csinálni, hogy létrehozok egy intranetes orchard gallery-t, nyitforráskódú a gallery forrás, a gallery is,
Tehát az is gyakorlatilag egy modul, egy orchard modul. Feltelepítem azt az orchard oldalt, bekapcsolom benne az orchard gallery-t, annak onnantól kezdve lesz egy a feednek egy címe, és ha azt hozzáadom a beállítások alatt, akkor itt vannak ezek a bizonyos gallery feedek, ha itt hozzáadom azt a feedet is, akkor a gallery fül alatt onnantól kezdve a saját moduljaim is. Ugyan, hogy láthatók, telepíthetők, frissíthetők lesznek. Röviden erről ennyit, és szerintem most már lassan kezdjük is el a mára kiírt dolgokat. Köszönöm. Igen, például navigation. Első napi rendi pont, illetve már ezek a nulladikak voltak eddig, a navigation modulnak a használata. Magyarul hogyan tudunk különböző menüket építeni. És ez a most látható navigation, amit most be fogok mutatni, ez az orchard 1.5-tel jött. És nagyon szuper, úgyhogy ezt fogjuk most látni, hogyan kell használni. A navigation menüpont alatt, ugye szembe találjuk magunkat a main menüvel, tehát amikor telepítünk egy orchardot, akkor kapásból rendelkezünk egy ilyen menüvel. Maga ez a menü is egy content type, ugye ugyanúgy példányosítható, itt van egy példánya, illetve minden egyes menü item, az is egy content type, a menü item content type-nak egy példánya. Most láthatjuk, hogy van többféle menü item, amit létrehozhatunk. Ebből a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb az a content menü item. Láthatjuk, hogy ez fel van szerelve egy content pickerrel, ami előző órán... Volt előző órán content picker? Volt előző órán content picker. Jobb ismételni. De jobb ismételni. Ugye ez egy olyan feature, ami 1.5 szintén, ugye? Az 1.5-ös verzióta van content picker is, akár csak navigation. Ennek a segítségével egy adott content type-nak, ha hozzácsatoljuk a content picker fieldet, akkor onnantól kezdve content itemek közötti relációkat tudunk kiépíteni. Tehát amikor létrehozunk mondjuk egy ilyen menü itemet, ami egyébként content item, content menü item, ehhez a content type-hoz hozzá van csatolva a content picker field, és ezen keresztül más content itemeket tudunk hozzá csatolni. Úgyhogy ezért hozunk létre most csak egy page-et. Adjunk meg neki valamilyen tetszőleges nevet. És látjuk egyébként a page-nek az editorában már kapásból hozzáadhatjuk egy menühöz azt a létrehozandó page-et, amit egyébként itt most létre fogunk hozni, de ezt most nem csináljuk, hanem azért, hogy be tudjuk állítani ezt a menü itemet. Úgyhogy visszamegyünk a navigation-be, létrehozunk egy content menü itemet. Publish. Ez egy fontos dolog valóban, ahhoz, hogy menü item lehessen, ahhoz publikált verziónak kell lennie. Ez nagyon jó egyébként, hogy ez szóba került. Látjuk, hogy a content picker segítségével, amikor a browserra kattintunk, akkor megjelennek az elérhető content itemek, és ebből kiválasztjuk ezt a Hello Orchard tanfolyam page-et. Ugye kapásból a title part-ban tárolt információval kitölti a menü textet, de hát ezt nyilván testre szabhatjuk, és ezt el is mentjük. És látjuk, hogyha megnyitjuk a fő oldalt, akkor van egy ilyen menüpontunk, hogy Hello Orchard tanfolyam. Ennyit a content menu itemről. Még létrehozunk pár itemet, csak azért, hogy kipróbálhassuk vele a hierarchiát is. Úgyhogy létrehozunk egy custom linket, ennek mondjuk legyen a Orchard Magyarországa címe, és hát egy jól ismert, reméljük mindenki számára jól ismert webcímet fogunk itt megadni. Tehát a custom link segítségével beértünk egy szöveget, és megadtunk egy URL-t. És létrehoztuk az Orchard Magyarország linket. Eddig a két item még mindenki eljutott? Azt tegye fel a kezét, aki nem. Oké, okay. Zoli. Megyek hátra. A custom linkkel adsz meg URL-t, a content menu itemmel választasz ki egy content itemet. Ja, orchardproject.hu. Orchardproject.hu. Hát, igen, nem is ismerős. A kollégának egy olyan kérdése támadt, ami
vicces módon szintén így az első kérések közé tartozik, hogy megoldható-e az, hogy új lapon nyíljon meg a külső oldalra mutató link, amikor a menüben van. Na most mutatom. A válasz erre az, hogy igen, de nem egyszerűen. Ugyanis ez egy HTML5-ös layout, amit itt most mi látunk, és HTML5-ben már a target blank például, tehát amivel új lapon lehetne megnyitni egy linket, az elavult, mert az az elf, hogy nem mondjuk meg a böngészőnek, hogy ő hogyan viselkedjen így a navigáció tekintetében, úgyhogy ezt alapon nem lehet. Viszont egy kis javascript-tel, hogy az összes kívülre mutató linket fel lehet vértezni egy, illetve meg lehetnénk mondani, hogy újabb arra nyíljon meg. Erre egyébként van egy modul, a galériában úgy hívják, hogy target blank, fantáziadós névvel, piros pontjára azért, hogyha valaki kitalálja, hogy ki írta. Mi esetre azt? Nem azok, amikről az ügyfeleken az új lapon meg nyilván. Nem lehet ilyet csinálni, és akkor nem megy az első. Igen, nem mindenki ért egyet a specifikációval, de mindesetre ez modul kell. Igen, ez a modul pedig az előbb említett target. Így egybe írva megtalálja, nem tudom. A targetet ő őket is mondtál. Jaj, Insta! Rossz helyen keresek, szóljál. Tehát target, blank. Igen, na itt van. És a nagy rejtély az az, hogy egyébként Zoli írta ezt a modult. Nagyon, nagyon jó ötlet van. Úgyhogy ennek a segítségével lehet ezt megvalósítani. Tehát akkor mindenki eljutott a plusz két menü itemig. Nagyon jó. Következő típus, ez a HTML menü item, hát itt egy rendes szerkesztő felületet kapunk, ugye mint egy blogpost vagy egy page esetében, tehát ahhoz egy formázott szöveget tudunk megadni, itt a HTML gombra kattintva magát a kódot írhatjuk, vagy csak beírhatunk valamit, akármit. Nagyon fantáziadús. Ugye itt is egy menü textet ugyanúgy megadhatunk. És ezt is elmentjük, akkor látjuk, hogy megjelent még egy menü item. Oké. A query link az pedig egy projection-os téma, akkor ezt majd később fogjuk bemutatni. Na, amit még tudni kell, ugye szerkeszteni, törölni is tudjuk, ez elég egyértelmű. Amit még tudni kell a navigation-ről, az, hogy nagyon szép hierarchiát is fel lehet építeni, ha ki tudom mondani ezt a szót, mégpedig drag and drop módszerrel tudjuk egymás alá fölé rendelni ezeket az itemeket, még akár így is. Hát én nem teszteltük még, hogy mennyire sok szinten, de valószínűleg nem fog összeomlani. Arra figyeljetek, hogy a save all gombra rá kell nyomni egy ilyen változtatás után. Tehát ezek még nem mentődnek el, amikor így húzogatjátok drag and drop módszerrel, a save all-ra mindenféleképpen rá kell kattintani, de látni fogjuk, hogy kialakul egy ilyen szép hierarchia. Tehát ezt így tudjuk felépíteni, és a következő témakör pedig a Navigation Widget lesz. Igen, ez a Navigation Widgetbe beletartozik. A következő, ugye az előző órán beszéltünk widgetekről, és van nekünk egy Navigation Widget type-unk is. Látjuk, hogy ugye ami itt megjelenik, menü, ez a navigation zónában van. Tehát ez egy direkt a menünek egy kijelölt zóna. Az alapértelmezett menüt is ide rendereli ki, úgyhogy ennek a beállításaiban bele fogunk nézni. Ugye láthatjuk, hogy meghatározhatunk egy zónát, de ez a navigation egyértelmű jó választás. Ugye layer-t is választhatunk, mint minden más widget esetében. Ugye a default az, ami mindig megjelenik. Positionként hát itt a navigation zónában általában más nem nagyon szoktunk rakni, úgyhogy de szinte mindegy, hogy mi van írva, de itt az egyes van megadva. Ugye adhatunk neki egy címet, és ezt ki is renderelhetjük a frontenden, de hát ez igazából egy csúnyán néz ki, úgyhogy teljesen fölösleges. Igazából innentől kezdve
ami még a Navigation widgetnek a sajátja, az a Start Level és a Levels Display. Tehát itt megadhatjuk, hogy van egy meglévő menünk, ezt mondjuk több helyen akarjuk megjeleníteni, tehát ugyanazt a menüt is tudjuk több widgetben elhelyezni az oldalon és több helyen megjeleníteni. Kiválaszthatjuk, hogy hogy a hierarchiában hanyadik szintől kezdve hány szintet jelenítsünk meg. Ugye mi az első szintől kezdve a default a nulla, tehát az összes szintet megjelenítjük. Most, ami még érdekes lehet számunkra, az, hogy létrehozunk még egy ilyen widgetet, mondjuk a before content zónában, hozzáadunk egy menü widgetet, és ugyanezt a main menüt kiválasztjuk, hát csak egy választásunk van, úgyhogy nagyon nincs mit tesse szabni ezen. Megadunk neki egy címet, nem is ezt adjuk meg, hanem azt adjuk meg, hogy breadcrumbs. És ami egy plusz, ugye szintén a Navigation widgetnek a sajátja, a Display as Breadcrumb Checkbox. Ugye itt, hát nem tudom, ezt nem fordítják magyarra. Vagy ha igen, akkor szörnyű. Tehát teljesen mindegy, ezt nem szabad lefordítani. Bejárási útvonal. Na ez közelít az értelmeset. Igen, hát breadcrumbs, ennyi. Jó, tehát breadcrumbs, ez remélhetőleg. Aki még nem tudja, hogy mi ez, az most látni fogja. Igen. Illetve meghatározhatjuk, hogy a homepage megjelenjen a breadcrumbs elején, illetve az aktuálisan megnyitott content item a legvégén. Úgyhogy ezt itt el is mentjük, és ha minden igaz, akkor ez remélhetően működni fog így. Úgyhogy megnyitunk szóval egy... Ha az építesz, akkor fölteszünk az a kérdés, hogy ha a több menüből hogy építi a breadcrumbot? Több menüben. És a probléma a következő szokott lenni, ugye, hogy az eltérő menük eltérő síkokon megjelenhetnek kvázi aláhoztások a SEO-val. Hát a breadcrumb az és egy adott menü összehasználja. És hogy van egy nagy főmenü, sok picike, és azok már csak hivatkoznak a főmenüre, hogy egy egységes láncon vezessük a felhasználó fejét. Ezeket hogy oldjátok meg? Nem öli az, hogy diszkréten mondjam, nem öli az, hogy a kerül. Igen, tehát hogy ugye az adott, tehát amikor én egy breadcrumbot megjelentek, az egy bizonyos menü. Tehát az szerint fog megjelenni, és nem másik menü szerint. Tehát van egy bizonyos menü, amit én létrehoztam, és én abból csinálok breadcrumbot. És ha nem abból vettem elő a lapot? Ha nem abból vettem elő a lapot, akkor csak simán megjelenik a legvégén. Mert ugye bejelöltük azt, hogy az aktuális content itemet a legvégére tegye. Hát ha ezt nem jelöljük be, akkor nem fog megjelenni. Tehát ugye, ha egy content item nem tartozik egy adott menühöz, akkor ebben az esetben megjelenik. Egyébként nem, jól mondom. Igen. Tehát minden breadcrumb a saját menü szerkezete alapján fog itemeket megjeleníteni. Ha valami nincs benne, akkor alapjáraton nem jelenik meg, csak ezzel. Jó, és ugye látjuk, hogy van ez a Hello Orchard tanfolyam page, és megjelent a breadcrumbunk is, amit nem tudunk, hogy hívjuk magyarul. Igen, következő... Bejárási útvonalát. Oké, a következő még lényeges elem az, hogy hogyan tudjuk... Szó volt előző órán a hozzáférésekről, és most azt fogjuk megnézni, hogy amikor egy adott content itemhez szűkítjük a hozzáférést, akkor a hozzátartozó menü az hogyan fog ennek megfelelően viselkedni. Úgyhogy ha jól emlékszem, ez a Hello Chat tanfolyam, ez egy page, vagy ez egy blogpost volt. Page volt. Úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy a page content itemhez, page content type-hoz hozzácsatoljuk a engedélyezés után a custom content item permissions. Amit ebben az esetben tennünk kell, az, hogy a content item permissions feature-t bekapcsoljuk. Ezek után, amikor szerkeztünk egy content type-ot, akkor az Add Parts menüpont után meg fog jelenni ez a Content Permissions. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor ezzel már rendelkezünk is, és kapunk egy ilyen szép nagy checkbox
matrixot, egy erdőt, ahol megadhatjuk, hogy az adott content type alapjáraton az adott rólokhoz milyen hozzáférési szinteket definiál. Hát ezt igazából sok magyarázatra nem szorul, ugye vannak a különböző hozzáférési szintek, vannak a különböző rólok, és itt megadhatjuk, hogy ezek hogyan érjenek össze. Illetve megadhatjuk azt is, hogy amikor egy adott content itemet létrehozunk ebből a type-ból, akkor melyik róloknak a hozzáféréseit lehet ott meghatározni. Ugyanis ez nem csak itt fog megjelenni, hanem amikor példányosítunk egy page-et, akkor is megjeleníthetjük ezt az editort. Tehát nem csak ennek a type-nak az összes page-re vonatkozóan határozhatjuk meg a beállításait, a hozzáférési szinteket, hanem az itemeknek egyenként is. De amit itt megadunk, az ez az alapértelmezet. Úgyhogy ezt el is mentjük, mert legyen ez az alapértelmezet, és visszamegyek a page-emhez. És láthatjuk, hogy megjelent az Enable Content Item Access Control. Ha ezt engedélyezzük, akkor látjuk, hogy azokat az értékeket ezekben a Disabled checkboxokban, amik az alapértelmezett értékek, és a mellette lévő checkboxokban pedig megadhatjuk az új értékeket. Itt amit változtatni szeretnénk. Úgyhogy meg fogjuk mondani, hogy az anonymous user ne nézhesse meg. Ennek mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ennek így kell megjelennie. Oké. Okay. Tehát hát amit most csináltunk, az az, hogy ugye a nem bejelentkezett felhasználók, nem autentikált felhasználók nem látják ezt a page-et. Tehát ha kijelentkezünk, akkor ugye alapértelmezetten visszadobott volna arra a page-re, és meg is jelent az a figyelmeztetés, hogy nekem nincs hozzáférésem. De amint betöltjük a fő oldalt, látni fogjuk, hogy ez a menü item egyszerűen eltűnt. Ugye ami mondjuk ebben nem feltétlenül előnyös lehet, hogy az alárendelt itemek sem jelennek meg. Nyilvánvalóan hát ezt valahogy meg kell oldani, nem feltolja az alatta lévő itemeket, hanem ha van egy menü item, amihez nekem nincs, amihez tartozó content itemhez nekem nincs hozzáférésem, akkor nem jelenik meg a menüben, illetve az összes alárendelt menü item sem jelenik meg. És nem jelenik meg, vagy direkt a beállítással is visszautasítja? Hát én itt most magát a content itemnek a hozzáférését szerkesztettem. Tehát nem a menüjét, tehát természetesen visszautasítja. Csak ugye mivel okosan van megoldva, és a menü tudja, hogy nekem ehhez a content itemhez nincs hozzáférésem, ezért a menüt is kikapcsolja. A hozzátartozó menü itemet sem jelenti meg, de egyébként ezeket külön is lehet szerkeszteni, tehát ha én most hozzácsatolom a menü item content itemhez a custom permission, és én mégis engedélyezem, akkor meg fog jelenni. Tehát ha én rámentek, hogy az anonymous megnézhesse, és rámentek, akkor meg fog jelenni a menü item, de amikor rákattintok a menü itemre, akkor megkapom a figyelmeztetés, hogy nincs hozzáférésem. Tehát ezt lehet külön kezelni, de nincs értelme, elég a content itemét. Tehát ez egy ilyen előnyös megoldás. És akkor a menü ennyi lett volna. Folytatnánk is a második és rövidebb etapot, 8-5 pontjáig végezni. Méghozzá a keresésről lenne szó. Ez nyilván már csak akkor érdekes, ha sok adatunk van, sok tartalmunk, de tegyük fel, hogy mivel a megszerzett tudásunkkal egy csomó tartalmat helyezünk bocsánatba, ami lehetséges is természetesen. Úgyhogy nézzük, hogy hogyan működik ez a keresés. Hát először is alapból nincsen bekapcsolva semmi, úgyhogy be kell kapcsolni egy pár dolgot, mindjárt kiderül, hogy mi. Méghozzá először is kell nekünk egy search. Látjuk, rákerestem arra itt, hogy search, és feljött egy csomó egyik dolog. A search, arról talán már volt korábban is szó, hogy ugyan az orchard kiterjesztésének, vagy kibővítésének alapjai a modulok, de arról talán még nem esett szó, hogy a modulok tartalmazhatnak többféle feature-t is. Ez egy orchardos terminológia, arról szól, hogy egy modulban vannak olyan részek, amiket külön tudunk ki meg bekapcsolgatni, és az egymásra épülésük, a függőségük az különböző lehet modulon belül.
Tehát van nekünk egy olyan modulunk, hogy search, és ebben egyébként három feature van. Az alapvető search az, ami most nekünk érdekes lehet, de akkor már kapcsoljuk be rögtön az admin content search-öt is. Amint látjuk, ráépül a search-re, függősége van, tehát hogyha én most bekapcsolom az admin content search-ot, akkor a search is be fog kapcsolódni. Úgyhogy lássuk is. Be is kapcsolódott, és már is kapunk egy ilyen nagyon kedves kis figyelmeztetést, hogy be kéne kapcsolnunk még egy indexelő szolgáltatást is. Ez azért van, mert a search modul önmagában csak felhasználói felületet, beállítási lehetőségeket ad, de nem indexeli a tartalmakat. Ahhoz, hogy tényleg keresni tudjunk a tartalmakban, ahhoz kell egy szolgáltatás, ami végignyálazza őket folyamatosan, tehát indexeli őket, fenntart egy jól kereshető indexet ezekből a dokumentumokból, és az ezeket a szolgáltatásokat a search modul rendelkezésre bocsátja. Úgyhogy még kapcsoljunk be egy indexelő szolgáltatást is. Itt a Lucint ajánlja. Ez nem véletlen, mert a beépített indexelő szolgáltatás az a Lucint. Ez ugye még így az Apache frontról ismerős lehet. Ez egy .NET-es port. Úgyhogy most már mindent bekapcsoltuk, nézzük meg, mivel élünk. Van egy ilyen beállítási lehetőség, vagy beállítási menüpontunk, hogy search, meg van egy olyan, hogy search index. Na most, alapból a search index az nincsen felépítve. Itt a search index menüpont alatt két lehetőségünk van. Ha már van egy indexünk, akkor frissíthetjük, mert egyébként periódikusan frissül, talán percenként az index, itt rögtön frissíthetjük, vagy ha valami okból kifolyólag ezt szeretnénk, akkor az egészet újraépíthetjük. Most mondjuk építjük újra, ez magától is megtörtént volna fél percen belül, de most gyorsítottunk rajta, és látjuk is, hogy már is van benne két dokumentum. Meg még itt vannak egyéb információk, például, hogy melyek azok a mezők, amiket tárolunk az indexben. Nos, honnan jön ez? Onnan jön, hogy a search indexben mezőket tárolunk. Ha megnézzük a search menüpontot, akkor itt láthatjuk, hogy kiválaszthatjuk azt, hogy milyen mezők kerüljenek be az indexbe. Ezeket a mezőket a modulok definiálják, illetve konkrétan a content pártok adott esetben megadhatják magukról, hogy az ő szöveges tartalmukat egy milyen nevű mezőben kell indexelni. Például a title megmondta magáról, hogy neki van egy title, hogy ő indexelőd, szeretne indexelődbe lenni, és a szövegét azt a title nevű mezőbe mentse el az indexelő szolgáltatás. Itt az alapértelmezések azok jók, tehát az, hogy a szövegtörzsben és a title-ben keresünk, ez tulajdonképpen ahogy a keresések működni szoktak, nagy átlagban ez így jó is lesz nekünk. Amit még mielőtt tovább mennünk érdemes tudni, az, hogy egyáltalán mik azok a content type-ok, amik kereshetők. Ugyanis itt most beállítottuk, hogy melyek azok a mezők, amik belekerüljenek az indexbe, viszont arról még nem beszéltünk, hogy melyek azok a content itemek, amik belekerüljenek az indexbe. Az, hogy melyik content itemek kerüljenek bele, az content type szinten tudjuk befolyásolni. Ha megnézzük az inkriminált page content type-unkat, akkor látni is fogjuk, hogy itt megjelent egy ilyen index is content type for search pipa. Be is van pipálva, tehát a page-ek azok bekerülnek az indexbe. Ez nekünk jó is, úgyhogy ezzel ne foglalkozzunk. Úgyhogy most elvileg van egy indexünk, mindent konfiguráltunk, frissül magától, ha létrehozok egy új page-et, akkor az előbb-utóbb bele fog kerülni az indexbe, viszont még semmi interfészünk nincs hozzá. A külső weblapon ugyanis belül van. Ha emlékeztek, bekapcsoltuk az admin content search feature-t, ez hozzáad itt egy ilyen search tabot, ami alatt van egy ilyen egyszerű szövegmezőnk, keresőmezőnk, ezzel rá tudunk keresni itt már az admin felületen a tartalmakra. Milyen tartalmaink vannak? Ha rákeresek arra, hogy hello, az egy kitérnek már a page, akkor ki fogja dobni a hello a chat tanfolyamot, milyen meglepetés, jól működik, de ezt valahogy azért tegyük elérhetővé a userek számára is.
Méghozzá ahhoz, hogy megjelenítsünk egy keresőmezőt a külső weblapon, logikus módon egy widgetre lesz szükség, úgyhogy mondjuk a navigation zónába rakjunk bele egy search widgetet. Ez egy search formot. Ezt ugyanúgy kell konfigurálni, mint bármelyik másik widgetet, illetve itt semmilyen beállítási kötelezettségünk nincs. Egy címet meg kell adni, címet az összes widgetnek meg kell adni, az kötelező, még ha nem íratjuk ki, akkor is. Ezzel is mentjük, és ha minden igaz, akkor most meg fog jelenni egy search box, itt is van, és ha itt arra keresek rá, hogy hello, akkor itt is meg kell találnia, és meg is találja. Méghozzá there is one result. A keresés az nagyjából ilyen egyszerű. Megnézem, hogy elfelejtettem-e valamit ezzel kapcsolatban, de... Mert egyébként nagyjából ennyi is az, amit a keresésről tudnunk kell. Ami talán érdekes, hogy ilyen keresési szolgáltatást, ha mondjuk olyan környezetben vagyunk, olyan vállalati környezetben esetleg, ahol már vannak jól működő keresési szolgáltatások, amik folyamatosan futnak és indexelik az egyéb tartalmakat, akkor azt itt is fel lehet használni. Hát kell hozzá egy modult írni persze, és implementálni kell hozzá egy interfészt, hogy az oldalt is használni tudja, de így belepattinthatunk más indexelő szolgáltatásokat is. Esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? Parancsok? Nem saját content type-hoz, saját VG-hez lehet összehozni? Igen. Ezt kétfelé választanám. Egyrészt nézzük meg azt, hogy van egy saját content type-unk. Van ugye a person. Az alapból nincsen indexelve. Tehát az alapértelmezés az, hogy egy content type itemjén nincsenek indexelve. Úgyhogy az első lépés az, hogy keresetővé tegyük a saját content type-unkat, az az, hogy ezt itt bepipáljuk. Viszont ez még nem válasz arra, hogy hogyan lesznek kereshetők a saját pártjaink, meg a saját feedjeink. Na most, ha pártokat használunk, azok nagyon egyszerűek, mert azoknak a fejlesztője vagy megírta azt a lehetőséget, hogy kereshető legyen, vagy elérhetővé tette ezt, vagy nem. Ha elérhetővé tette, akkor nincs dolgunk, mert onnantól kezdve, hogy a content type elemei kereshetők, onnantól kezdve a párt tartalma is kereshető, és ott az indexelendő mezőknél beállíthatjuk, hogy az is kerüljön be az indexbe. Fieldeknél ez egy kicsit másképp van, ugyanis a fieldek milyen speciálisan vannak tárolva, ezért az orchard maga végzi, maga teszi őket elérhetővé az index számára. És itt is az alapértelmezés az, hogy ne legyenek kereshetők. Tehát mielőtt hozzáadunk egy text fieldet, az miután be van kapcsolva a search, indexelhető is, de alapból nincsen indexelve, úgyhogy ezt is hozzá kéne adnunk az indexhez, ennek a pipának a bepipálásával. És innentől, ha minden igaz, akkor a személyek is kereshetők, illetve a személyi szám is kereshető, amit ki is próbálhatunk. Mondjuk épüljön újra az index. Szerintem... Hogy? Illetve még ezelőtt... Nem, ez jó volt. De szerintem itt valami most nem működik, mert kevés lesz a contentet, de próbáljuk ki. Jó, ott kis Pista. És nem találja meg. Néha ilyen előfordul, és fogalmas is miért. Update. Hát, az update-nek. Nem került bele az új dokumentum. Ilyenkor az van, hogy... Meg itt is meg kell lenni. Hogy bezárjuk az orchardot, kikapcsoljuk a gépet, és reménykedünk, hogy előbb-utóbb bekerül. Nem lehet, hogy a search-hoz kizárt kellett volna megértelni. Most, igen, tehát aminek itt történnie kellett volna az az, hogy miután a személyi szám be volt pipálva, ezután itt a search fieldek alatt meg kellett volna jelennie a személyi számnak is egy külön mezőként. Ahogy látjuk, az nem jelent meg. És ezek után, tehát ettől függetlenül a search indexbe is be kellett volna kerülni a harmadik dokumentumként a személyünknek, ami pedig publikálva van, és semmi probléma nincs. Ja, nem, nincs publikálva. Bocsánat, ez a probléma. És most már bekerült. My mistake. Itt mondjuk továbbra sincs ott a field.
De minden esetre most már bekerült, hogy publikálva volt az indexbe, úgyhogy ez innentől már működik. Viszont ez kérdés, hogy a személyi számára sikerül keresni. Igen, neki nincsen személyi száma. Akkor nem véletlenül. Ez fog vészelni. Nagyon jó. És most, hogy már tartalom is van a személyi számban, valóban megjelent itt a személyi szám in search field. Tehát innentől kezdve, hogyha ezt is hozzáadjuk az indexhez, és rebuildelünk egyet, akkor most már elvileg a személyi számra is lehet keresni, ami ez volt, és valóban meg fogja találni. Ugye, hogy itt folyamatosan rebuildeltem, ezt nem kell csinálni. Tehát tényleg, ha van tartalom, mint ahogy láttuk, hogy úgy próbáltam először, hogy nem volt, a person content itemeknél, és minden megfelelően konfigurálva van a fieldeknél, akkor egy percen belül frissülni fog az index minden új content itemmel. Szerintem már túl is beszéltük a search-ot, úgyhogy folytassuk röviden a médiával, mert olyat még nem van. Tehát akkor a következő napirendi pont a media management. Azaz látni fogjuk a orsárba bajpített média kezelést, a média picker fieldet és mondat vége. Tehát akkor először is, amire szükségünk lesz, az a media picker feature, ami be van kapcsolva. A következő pedig a főmenüben található média. Most itt ugye csak hogy megnézzük, hogy mi ennek az egésznek a háttere. Amikor mi a média mappát piszkáljuk, akkor alapjáraton a média per default mappában ide fogunk könyvtárakat, illetve egy könyvtár struktúrát létrehozni. Tehát ha én most ide létrehozok egy könyvtárat, aminek legyen a neve, ki szereti a Forma 1-et, akkor ha az istenek is velem vannak, akkor itt megjelenik egy könyvtár. Tehát nagyon jó. Van már a médián belül egy könyvtárunk. Ezt pedig feltölthetjük különböző elemekkel. Ugye ez alatt még különböző egyéb könyvtárakat, tehát könyvtár struktúrát hozhatunk létre, illetve médiát. Ennek a médiumot adhatunk hozzá. Igen, jó kis nyelvtanóra van. És a tallózás segítségével mi most képeket fogunk belepakolni, mégpedig, ha minden jól megy, akkor hoztam néhány képet, és ezeket fogjuk feltölteni. Tehát tallózunk, upload, és már is megjelenik a kép. Itt az editorban sok dolgot nem csináltunk, tehát igazából átnevezhetjük a fájlt. A másik lehetőség, ugye egyrészt adhatunk hozzá egyenként fájlokat, úgyhogy én ezt a kettőt most hozzáadom. Illetve a másik lehetőség, ami nagyon kényelmes, hogy egy zip fájlt is megadhatunk, ahol további egyéb akármik helyezkednek el a zip fájlban, és ha ez az extract zip checkbox be van jelölve, akkor ezeket a képeket mind, amik a zipben megtalálhatók, hozzá fogja adni. Hát igazából a média kezelés az nagyjából nem kell túlmagyarázni, ugye itt van breadcrumb, hogy hívjuk a breadcrumb? Elérési útvonalunk is van. Bejárási útvonal, illetve hát egyszerre több elemet törölhetünk, de azt nem szeretnénk, mert ezek a képek nagyon jók. A következő dolog... Hiába nézel, amire nem így találtam ki a fogalmat. Oké, csak te biztos, hogy tudod, én pedig elfelejtettem. A következő dolog, amit a Media Pickerrel kapcsolatban fel fogunk fedezni, az, hogy létrehozunk egy új page-et. És láthatjuk, hogy a body part editorában van egy ilyen kis képecske, ez a media pickerhez tartozik, ahol erre kattintva kapunk egy dialógus ablakot, ugye itt szintén feltölthetünk képeket, megadhatjuk neki különböző ilyen kényelmi beállításait, például abban az esetben, hogyha nem töltődik be a kép, ugye erre való az Elton Native Text, de a media picker segítségével ugye már feltöltött elemeket is beszúrhatunk. Tehát itt kiválasztunk egy képet,
megadjuk, hogy hát ne mondjuk HD-ban jelenjen meg, hanem legyen mondjuk 800-szor valamennyi, és ugye látjuk, hogy ez a lock aspect ratio be van kapcsolva, akkor ugye ha az egyik értéket változtatjuk, akkor ahhoz mérten változtatja a másikat is, és mondjuk rendezzük középre. Úgyhogy így beszúrhatunk ide egy képet. És ha megnézzük, visszamegyünk a fő oldalra, akkor megjelent ez a page-ünk, és vele a képpel együtt. Emellett még, ami a Media Picker-nek tulajdonsága, hogy nem csak kifejezetten így egy body editorba, body editoron keresztül szúrhatunk be képeket, hanem ha például egy content itemhez hozzácsatoljuk a Media Picker fieldet, legyen mondjuk ez egy blog post, látjuk, hogy a fieldek között, ugye a már megismert fieldek között megjelenik a Content Picker field. Ja, kell egy név is. Aha. Media Picker, nem tudom. Valóban. Még jó, hogy az előbb nem sikerült, különben nem jól csináltam volna. Tehát akkor egy Media Picker fieldet adunk hozzá, aminek itt látszódnia kéne. Hát ez... Jó, megpróbáljuk, mert ezek szerint... Aha, oké. Okay. Akkor nem ezzel próbálkozunk, hanem a person, volt ilyen person content itemünk, akkor ehhez csatoljuk hozzá a Media Picker fieldet, és ezt az előbbi kis problémát pedig majd ki fogjuk nyomozni. Tehát akkor hozzácsatoljuk a Media Picker fieldet, média névvel, és láthatjuk, hogy megjelent ez a Media Picker field. Ugye korábban más fieldeknél, egész pontosan Content Picker fieldnél ugye megjelentek hasonló beállítások, például the media is required, tehát kötelező valamilyen elemet hozzácsatolni, hát más nagyon nem tudunk beállítani, tehát innentől kezdve minden egyes person létrehozásakor nekünk ki kell jelölni egy elemet a Media Picker segítségével, ami hozzá fog tartozni. Úgyhogy ezt így elmentjük, és létrehozunk egy person, akkor láthatjuk, hogy megjelent a Media Picker Field editora, megadjuk neki, hogy Kimi Räikkönen, a változatosság kedvéért, és beinstallozunk egy nagyon menő képet. Olyat csak YouTube-on tudok mutatni. Úgyhogy ezt a képet hozzácsatoljuk, személyi számot, hát valamit megadunk neki, hát róla tudjuk, hogy férfi, és publikáljuk is. Ugye létrejött a person, úgyhogy ha visszamegyünk a content menübe, és megnézzük ezt az itemet, akkor látjuk, hogy megjelentek a hozzátartozó adatok, és a kép, amit becsatoltunk a Media Picker segítségével. Úgyhogy ez nagyjából ennyi lett volna. Media Picker field, nagyon nem kell magyarázni. Van kérdés ezzel kapcsolatban? Oké, akkor haladunk tovább. A token szükségével, amit elhozzá. Token szükségével. Ez majd mindjárt szükségével. Most alapvetően három dolgokat fogunk egyszerűen ismerkedni, mert nem jól összeítve. Ezek pedig a tokenek. A Borsalát Rules Engine, meg a Borsalát Custom Forms modulja. Nézzük sorjában. A Borsalában van olyan, hogy token rendszer. Ezek a tokenek olyasmi, hogy van egy skill, amivel beleírtunk a tokeneket, és miután ha megjelenítjük ezt a skillet, akkor ezek a tokenek lecserélődnek egy hozzájuk tartozó értéket. Mert a tokenek nem mások, vagy ilyen változó. De meg úgy néz ki, hogy van egy olyan tokenünk, amit ilyen kis hajszok mögé kell rakni, hogy content, ami kapcsolatára jött, biztos. Content.disclater, és pontokkal vannak elválasztva, hogy így kvázi a névtere. Mondjuk, akkor látunk egy ilyen token,
akkor elég beszédesen lehet. A Content Font Display Text az látjuk, hogy valamilyen tartalmakhoz kapcsolódik, és azon belül, hogy hát ez a megjelenítési szöveget, kulcs elnevezés, a gyakorlatban ez területén járható, de alapértelmezésben a Display Text a cím. Tehát, ha azt akarjuk, hogy legyen egy dinamikus területünk, egy dinamikus mező, ahol definiálhatjuk, hogy melyért, mi az, ami generálás után megjelenítésből megjelenik, és azt akarjuk, hogy az aktuális tartalom címe jelenjen meg, akkor beírjuk ezt, a szerkesztőben ezt fogjuk látni, de amikor ezt megnyitjuk a szoldalon, lefut a tokenizálás, az összes tokent lecseréli a rendszer a hozzáfartó értékekre, akkor nem ez fog megjelenni, hanem a hozzáfartó cím, tehát mondjuk azt, hogy Pelkán Borcsát, amit nem írok kívánt hosszú, hogy Pelkán írok, hasonlóképpen van egy csomó tokenünk, ez azt teszi lehetővé, hogy az admin felületről tudunk ilyen dinamikus, a környezethez, a kontextustól függően változó tartalmakat definiálni. Ez majd a custom fontnál nagyon jól fog jönni, mert a custom fontnál meg tudjuk például azt adni, és nem tudok kell előrendolni, hogy kimegy a userünk egy válasz e-mail, és legyen beleírva az ő saját felhasználó neve. De ezt ugye nem tudjuk előre, tehát valahogy meg kell mondanunk, hogy ide szűrve a felhasználókra használom nevét, és azt egy tokennel fogjuk megcsinálni. Ez egy egyik dolog, a tokenrendszer, vagy mindjárt látjuk. A másik pedig a Rules Engine. A Rules Engine, ezt lehetne is foglalkozni, a Rules Engine-ről elég annyit tudni, hogy eseményket elér. Ki az, aki már hallott ezt a szót, hogy eseményket elér? Nagyon jó. Szinte mindenki. Amiről az Orsa Rules Engine szól, az az, hogy vannak eseményeink. Ez lehet például, ez ilyen providerek hozzák létre, ami azt jelenti, hogy te is írhatsz egy olyan kódot, ami egy eseményt definiál. Alapból például ilyen események vannak, hogy tartalom létrehozása, komment létrehozása, tartalom töltése, indexelés, hogy éppen megtörtént az indexelés hasonló. Ezek lesznek konfigurálhatók, tehát megmondhatod, hogy milyen tartalom létrehozása van. Ez az egyik része, a másik pedig az esemény kezelő. Tehát vannak eseményeink, és ezekhez beállíthatjuk, hogy mi az, ami történjen, ha ez az esemény kiváltozik. Ezek az action-ök. Bocsánat, terminológiában. Például lehet egy action az, hogy e-mail küldés, vagy egy figyelmeztetés kiírása. Tehát ha létrehozunk egy blogposztot, akkor küldjön róla valami másnak e-mailt. Erről szól a Rules Engine, és ez majd nagyon jól fog jönni nekünk, hogy mindez megvan, meg mindez tudjuk, hogy mit jelent, amikor fogok azt mondani létrehozni, amikor tehát akkor a következő napi rendi pont, ez a Custom Forms, ami szintén egy 1.5-ös feature, és azt teszi lehetővé, hogy különböző formokat helyezünk el a felhasználói felületen, amiket aztán ugye bizonyos, ezeket is testre szabadjuk, hogy ítélnek el, de ezeknek a segítségével ugye megengedhetjük a felhasználóknak, hogy effektíve üzeneteket küldjenek nekünk. Erre a legjobb példa, amikor a tanfolyamra jelentkeztetek és a kontaktformot kitöltöttétek. Úgyhogy most egy ilyennek a létrehozását fogjuk végigjárni. Egész pontosan mondjuk megmutatjuk tök ugyanazt, ami az orchardproject.hu van. Na most ez a folyamat ez úgy kezdődik, hogy létrehozunk egy új content type-ot. Ugyanis amikor mi egy custom formot megjelenítünk, akkor valójában egy content type-nak a szerkesztőjét jelenítjük meg. Tehát ehhez létre kell hoznunk egy content type-ot, amit most meg is teszünk, és hívjuk ezt az új content type-ot custom formnak. Legyen kapcsolat. Legyen kapcsolat a neve. Tehát ez egy új content type. Igazság szerint jelen esetben pártokat nincs szükség, hogy hozzácsatoljunk, de hát nyilván megtehetjük. Úgyhogy csak simán mentsük el. Ezek után fieldeket fogunk hozzáadni. Legyen az első egy input field. Az, hogy miért input field, ezt mindjárt meg fogom magyarázni. És legyen ennek a neve az, hogy név. Ugye láthatjuk a technical name property-t, azt rögtön formázza, tehát a space-eket eltávolítja, az ékezetes karaktereket, nem ékezetes, kommentálja, stb. Tehát hozzáadtuk ezt az input fieldet. Hozzáadunk még továbbá egy
szintén egy input fieldet, ez lesz az a mező, amely majd az e-mail fogja tartalmazni, illetve hozzáadunk még végül egy text fieldet, és legyen ez az üzenet. Láthatjuk, hogy üzenet lett belőle. Na nézzük akkor, mit tehetünk egy ilyen input fieldel. Ugye input type-ként megadhatjuk, hogy milyen formázási érvényesítés, validáció vonatkozzon rá. Hát a név esetében csak egy sima textet jelölünk ki. Itt regular expression-t is megadhatunk, hogy hogyan legyen validálva. Megadhatunk neki egy címet, ez nem szükséges. Ami viszont fontos, és szerintem egy nagyon jó kényelmi funkció, ugye az, hogy egyrészt kötelező legyen kitölteni. Egyrészt, hogy kötelező legyen kitölteni, illetve ez az autofókus, ami szerintem zseniális ötlet, hogy amikor betöltődik az adott oldal, akkor ennek a ebbe a fieldbe kerüljön az input fókusz. Ez szerintem szuper. Van lehetőségünk autocomplete-nek a kiválasztására, illetve watermark, ami szintén szerintem nagyon nagy ötlet volt. Ugye egy ilyen halvány szöveget megjeleníthetünk a fieldben, amikor még nincs semmi, amikor belekattintunk, ez eltűnik, és beleírhatjuk a tartalmat. Az ilyet ugye? Hát én Firefox-ot használok, úgyhogy nem néztem meg, de mindjárt kiderítjük. Mert nekem nagyon sok ilyen használó szívesen nem jelentik. Ezt mindjárt megnézzük, hogy működik-e. Úgyhogy adunk egy szép üzenetet a felhasználónak, hogy írja be a nevét. Maximum host is megadhatunk, de ez most nem érdekes nekünk. Úgyhogy ezt itt bezárjuk. Az e-mail esetében ugye kiválaszthatjuk ezt az e-mailt, tehát ugye automatikusan validálni fogja arra, hogy van-e benne kukac, van-e benne pont, és ez megfelelő szerkezetben helyezkedik el, úgyhogy ez szintén egy nagyon jó kényelmi funkció. Ezt is kötelezővé tesszük, hogy ugye a felhasználóval fel tudjuk venni a kapcsolatot, hiszen hogyan tudtam volna szólni anélkül, hogy fel vagytok iratkozva a tanfolyamra. Ide pedig megmondjuk, hogy írja be az e-mail címét. Ezt nem is tudom, hogy az orcsákhozatkontunk ez így kim van-e. Úgyhogy ezt is így elmentjük. Igazából itt ami fontos csak az, hogy e-mail is required. Na most az üzenet esetében pedig, ami egy text field, ugye megadhatunk különböző flavoröket. Hát ez lényegében az, hogy milyen CSS vonatkozzon rá, hát itt most kiválasztunk mondjuk egy text aráját. Ez most annyira nem lényeges, de legyen ez is kötelező a kitöltendő, hiszen minek küldjön az a user üzenetet üresen. És ugye figyelni kell arra, hogy ezután mentsük is el. Tehát létrehoztuk ugye a kapcsolat content type-ot, van benne három darab fieldünk. Ebből van egy input field, ami a nevet tárolja, van még egy input field, ami az e-mail címet tárolja, és van egy text fieldünk, text aráját flavorrel, ami az üzenetet fogja tárolni. Ezek után nincs más teendő, mint a Custom Forms modult bekapcsolni, tehát elbalagunk a Modules per Features menüponthoz és a Custom Forms feature-t bekapcsoljuk. Mindenki eljutott odáig, hogy megvan a content type? Oké, kapcsoljuk be a Custom Forms, és ezután a menüben meg fog jelenni, ha megtalálom, a Forms, ahol létrehozhatunk egy új custom formot. Ennek megadunk egy címet, mondjuk legyen kapcsolatfelvétel az idegenekkel, vagy a felhasználókkal. Megadhatunk neki, bekapcsolod a custom forms feature, és forms. Igen. Ugye megadhatjuk, hogy ez a kapcsolatfelvételi űrlap, ez megjelenjen a homepage-ként, hát most kényelmi funkcióból ezt beállítjuk. És ugye itt kiválaszthatunk egy content type-ot. Hát ami nagyon fontos ebben, hogy bármilyen content type-nak az editorát megjeleníthetjük. Tehát én akár azt is megtehetem, hogy teszem azt, legyen mondjuk egy widget. Tehát én egy tetszőleges widgetnek, vagy egy page-nek, egy blogpostnak is a szerkesztő felületét is megjeleníthetem a frontenden. Hát ez nyilván egy kicsit így elsőre őrültségnek hangzik, meg talán veszélyes is lehet, de mi most kiválasztjuk a másodikra is veszélyes és őrültség, de most kiválasztjuk ezt a kapcsolat nevű content itemet. Ugye jelöljük be azt a checkboxot, hogy mentse el a content itemet. Ez ugye akkor fontos, hogyha mondjuk nem állítunk be e-mail értesítést arról, hogy érkezett, amit majd rátifunk a rulokon keresztül, csak simán legyen elmentve a content item. Megadhatunk egy szép üzenetet is, mondjuk köszönjük az üzenetet. Ez ugye akkor fog megjelenni egy notification formájában, amikor a user beküldte az üzenetet.
a felhasználót a beküldés után át is irányítjuk, de én ezzel a lehetőséggel most nem fogok élni, de ezt most publikáljuk. Ugye ezután, hogy ezt elmentettük, a homepage-en meg fog jelenni ez az űrlap. Bocsánat, még egy fontos dolog, amit custom forming esetében mindig kihagyok. Ugye amikor létrehozunk egy content itemet, akkor az alapbeállításai között az szerepel, egyrészt, hogy creatable, draftable. Na most, ugye a creatable arra fog utalni, hogy nekem itt az admin felületen meg fog-e jelenni az editor. De erre igazából nincs szükség, mert minek küldjek magamnak üzenetet, a draftable se szükséges igazából, mert csak simán el lesz mentve. Ami még lényeges, hogy a common partban, a common part beállítása között van a show editor for owner lehetőség. Ez ugye azt fogja megadni, hogy amikor én beküldöm ezt amikor én megjelentem a szerkesztőt, akkor megjelenjen az a field, ahol én átírhatom a tulajdonos. Na, hát ezt nem szeretnénk, hogy a user más nevében tudjon üzenetet küldeni. Úgyhogy ha most rácsapunk az F5-re, akkor láthatjuk, hogy ez eltűnt. És innentől kezdve ugye már tudunk üzeneteket küldeni, tehát azt mondom, hogy változatosság kedvéért megadok egy nevet, egy e-mail címet. Hopp, ez kevés lesz. És ezt elküldöm nekem. És ha visszaballagunk a Forms menüpontba, láthatjuk, hogy létrejött ez a kapcsolatfelvétel űrlap, és a Submissions menüpont alatt látjuk a beküldött üzeneteket. És itt megjelen szépen. Ezt tudjuk megtekinteni, szerkeszteni, törölni, illetve a publikus voltát visszavonni, mert ezt nem tudom, hogy lehet szépen megfogalmazni. A következő dolog a lélegzetvétel után, az pedig, hogy a custom formokkal kapcsolatban hogyan jön képbe a tokens és a rules. Ehhez arra lesz szükségünk, hogy a rules elnevezésű feature-t bekapcsoljuk. Ugye látjuk, hogy ez a forms, a scripting és a tokens modulokra ad dependency-t. Attól függ, köszönöm szépen. Ja, este 8-kor már nehéz magyarul beszélni. Magyarul is. Tehát ha ezt bekapcsoltuk, akkor megjelenik egy rules menüpont. Itt ugye hozzáadhatunk egy új szabályt, ez az egy new rule, ennek adunk egy nevet, mondjuk azt, hogy legyen az, hogy e-mail értesítés. Jogos. Na most ebben az a vicces, ugye, hogy notification abból megjelenik. Ezt most úgy gondoltam, hogy megnézzük az orcsárpozsák.hu-jét, tehát majd oda bejelentkezek. És megnézzük, hogy ott mit jelent a token. Ez nagyon-nagyon eretnek különnézni. Jó, tehát teljesen mindegy. Valamilyen nevet megadtunk neki. Na most ugye maga egy rule az eseményekből és... Action. Na és ez hogy mondjuk? Akció. Ja, hát akció, ezt nem akartam mondani. Reakció. Na, tehát vannak az eventek és vannak az actionök. Ugye az event azt határozza meg, hogy az actionök milyen események hatására váltódjanak ki. Az actionökből pedig szintén többet létrehozhatunk, ezek között állíthatunk fel sorrendet. Úgyhogy hozzáadunk egy olyan eventet. Láthatjuk, hogy amikor egy custom formot létrehozunk, akkor az actionök között, mivel van egy action provider-e a custom forms modulnak, megjelenik a custom form submitted. Hát ezt kiválasztjuk, és kiválasztjuk a kapcsolat content type-ot. Tehát ugye, ha van több különböző custom formunk van, akkor ez önmagában az még nem elég, megadjuk azt a content type-ot, amihez tartozó custom formok belettek küldve. Tehát én most azt fogom csinálni, hogy kiválasztom a kapcsolatot, akkor innentől kezdve majd az itt megjelenő actionok, amiket létre fogunk hozni, minden egyes alkalommal le fognak futni, ki fognak váltódni, amikor én beküldök egy kapcsolattípusú custom formot. Létrehozunk egy action-t, legyen akkor, ugye alapból ezzel a hárommal rendelkezünk, van még egy, amit szintén engedélyezni kell külön, ugyanis az actionök közül van egy olyan feature scripting rules. Ha amennyiben ezt engedélyezzük, akkor az actionök között megjelenik egy újfajta
típus, ez pedig a script condition. Ez arra jó például, hogyha ezt megadjuk legelső actionként, akkor itt beírhatunk egy, itt van még a Ruby syntax, ugye? Van egy ilyen butított Ruby interpreter, ahol tokenizált kifejezést adhatunk meg, ez visszaad egy igaz vagy hamis értéket, hát nyilván úgy kell megírni az expression-t, hogy ez igaz vagy hamis értéket adjon vissza, és például megtehetjük azt, hogy amikor lefutott ez az action, és mondjuk visszaad egy igaz értéket, akkor az utána lévő action-ök hajtódjanak végre. De ha visszaad egy hamis értéket, akkor az utána lévő action-ök ne hajtódjanak végre. Tehát ez plusz egy ilyen lépést beíthatunk ebbe a folyamatba. Erről szerintem, hát most az időszűkében nem fogunk szót ejteni, de ez még később egy nagyon érdekes téma. Pláne, hogy újfajta scripting engine-ekkel fogunk majd szolgálni hamarosan, ami nagyon izgalmas lesz. Igen, egy már van, és még hamarosan jönnek más nyelvi támogatások is a Ruby mellé. Ki az, aki szereti a PHP-t? Nagyon helyes, mert ez egy .NET-es csapat. Egy ember azért van. Jó, hát oké. Most már PHP-t is lehet scriptelni olcsában egyébként. Így van. Szerintem ezt a következő órán majd demozhatjuk is, meglátjuk. Tehát akkor most jelenleg legyen egy darab actionünk, ez legyen egy notification. Ugye itt látjuk, megjelenik egy ilyen fura kis, nem tudom, valami itt a message jobb alsó sarkában, és láthatjuk az elérhető tokeneket. Tehát ugye ez az, amiről szó volt, vannak ezek a kis... milyen zárójelek? Kapcsos. Curly braces. Innentől kezdve az összes itt lévő tokent használhatjuk, megjeleníthetünk egy üzenetet, úgyhogy beírunk mondjuk egy olyat, hogy content.author. Tehát ha minden igaz, akkor itt most meg fog jelenni annak az embernek a neve a megadott string után, aki az üzenetet beküldte. Itt most hallgatót fog kiírni. Arra gondoltam. Ja, nem a nevet fogja kiírni, így van. De igazad van, az szebb is. Igazad van, teljesen jogos a felvetés. Én arra gondoltam, hogy magát a bejelentkezett user-t, ez most a bejelentkezett user-t jeleníteni meg. Hát nehéz. Megvan. Igen, tehát itt vannak azok a tokenek, amelyek azokhoz a fieldekhez tartalmaznak, amelyeket ez a kapcsolat content type tartalmaz. Úgyhogy a content.fields.kapcsolat.név token segítségével ki fogjuk írni annak a usernek a nevét, aki, és meg fogjuk neki köszönni, aki az üzenetet beküldte. Itt rácsapunk a save and enable-re, és ugye látni fogjuk, hogy itt létrejött ez a rule, hát ez most nem e-mail értesítés, hanem csak egy ilyen üzenet. Tehát megjelent ez a rule, üzenet néven, amelyet visszakapcsolunk, és ugye látjuk, hogy van egy darab event, és van egy darab hozzátartozó action. Úgyhogy ha visszaballagunk erre a custom formra, és mondjuk megkérjük Kimi Räikkönen, hogy még egyszer írjon nekünk egy nagyon hűbályos üzenetet. Akkor ha minden jól megy, akkor megjelent az alapértelmezett üzenet, ugye ami magához ehhez a custom formhoz tartozik, illetve az action által, az event által kiváltott action, amely megjelent nekünk egy notification-t. Köszönöm az üzenet. Szörnyű. Hát ilyenkor már nem tudok írni. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna. Hát azt azért most nem mutatjuk meg. Megmutassuk az Orchard Project pontunk, hogy jelenik meg egy e-mail. Ez szerintem nagyon látványos. Amikor valaki beküld egy custom formot nekünk, és akkor itt most egy pici technikai, sőt nem is fog kellene oda bejelentkeznem. Jaj, hát ez ciki. Most Colorado-ban feltörögtek a processzorok, igen. Tehát én most itt írok egy kapcsolat formot, ugye ezt már mindenki ismeri, mert ezen keresztül jelentkeztek a tanfolyamra. És milyen jó, hogy nekünk van Kimi Räikkönen, aki jár rossz a tanfolyamra. Hát ezt mondjuk nem tudom, így meg fog enni, de mindegy. És ezt elküldjük magunknak.
és ha minden jól megy, és a gearhost is úgy akarja, akkor hamarosan fog kapni egy e-mailt erről, hogy ez megtörtént. De most a gearhost erőlködik, és próbál elküldődni nekünk ezzel az üzenet. De ha a tranzisztorok és a bitmanók velünk vannak, akkor meg fogjuk kapni hamarosan ezt az üzenetet. Hát, ez, ebből customer support lesz. Meg a hörcsögök, a kis kerékpár. Meg a hörcsögök, igen. Visszaváltanak kettesbe és padlógázt nyomnak. Jó, megkaptuk az üzenetet. Oké. Tehát beküldött kontaktform. Ugye látjuk, hogy én ezt úgy megformáztam, hogy ide, ugye az előbb említett name, aztán az e-mail cím és az üzenet megjelenjen, illetve még megjelenítek egy linket is. Erre az itemre, de ennek a megjelenítéshez nincs hozzáférésem. Érdekes volt így. Jó, hát ezt vegyük, úgyhogy nem látjuk. Igen. Úgyhogy igenik meg egy kontaktform, amikor szépen tokenizálva van a tartalma, és megjelenik róla az e-mail értesítés. Úgyhogy akkor azt hiszem a... Azt hiszem a custom form ennyi lett volna. Úgyhogy az óra véget ért. Egy perc van nyomás előtt, egész jól sikerült befejezni. Úgyhogy köszönjük a figyelmet!